Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Dallos Zoltán vagyok, hogyha még nem találkoztunk, akkor köszöntelek a csatornán. Itt láthattok jellemzően kétfajta videót, az egyik az interjúkat, az interjú sorozatot, ami az én személyes kedvencem, az interjúban sikeres emberekkel beszélgetek, érdekes, inspiráló történetekről, valamint vlog jellegű videókat, akár technikai jellegű videókat, mint például ez a mai is. És hát sajnos ezt a mai videót a helyzet szülte, ugyanis nagyon sokan kérdeztétek, hogy hogyan lehet egy otthoni stúdiót alacsony költségvetésből gyorsan összerakni, ugyanis most a járvány helyzet miatt nagyon sokan kényszerültek arra, hogy otthonukban alakítsanak ki egy olyan helyet, egy olyan kis sarkot, ahol akár videokonferenciákat tudnak lebonyolítani, akár pedig meg tudják tenni az első lépést a YouTube csatorna indítása tekintetében, és azt gondolom, hogy ez egy tökéletes alkalom arra, hogyha eddig halogattad ezt a lépést, már régóta tervezed, hogy el kéne kezdeni videózni, akkor itt az idő arra, hogy ha már be vagyunk szorulva a négy fal közé, akkor itt az idő, hogy az ember elkezdjen videókat gyártani. A jó hír az, hogy igazából ahhoz, hogy az első lépést megted, ahhoz nagyon minimális eszközigényre van szükség, és ebben szeretnék segíteni ebben a mostani videóban. Ez csak egy ízelítő lesz az otthoni stúdió kialakításához. Be fogok linkelni a videó alá az összes olyan korábbi videómat, ami érinti ezt a témát, akár a kezdeti felszerelésekről, milyen kamerát érdemes választani, hogyan érdemes egy YouTube csatornát elindítani, ezeket megtaláljátok a kommentben. Ebben a mai videóban én azt szeretném röviden összefoglalni, hogy tényleg mi az a szükséges minimum eszközigény, ami kell ahhoz, hogy mondjuk videókat el tudják kezdeni a YouTube-ra gyártani. Az első jó hírem az, hogy igazából ma már szinte semmilyen eszközre nincs szükség, mert a okostelefonoknak a jelentős része már alkalmas arra, hogy hasonló minőségű videót készítsél, ami teljesen tökéletesen elegendő, és higgyétek el, számtalanszor előkerül ez a kérdés, ma is csak két emberrel beszéltem, és ez volt mindig a kérdésük, hogy jó, de milyen kütyű, milyen kamerára van szükség ahhoz, hogy ilyen videót készítsek, és tényleg a jó hír az, hogy semmire nincs szükség, csak az okostelefonodra. Amire figyelned kell, az, hogy az okostelefonnak a hátlapi kijelzőjét használd mindenképpen, ne a selfie kamerákat, mert mindig sokkal minőségibb a hátlapon lévő alaplencse, és amire viszont nagyon kell figyelni a videó készítésnél, az, hogy legyen elegendő fényed. Én most itt ülök az ablak mellett, és a jobb oldali megvilágítást az ablak természetes fénye adja, tehát még igazából ilyen stúdió világításra sincsen szükséged, egyszerűen álljál 45 fokos szögben szembe az ablakkal, és arra figyeljél csak, hogy legyen egy szűrt fény, ne telibes tűzön be a nap, hogy legyen egy szűrt fény, és az bőven tökéletesen elegendő ahhoz, hogy jó minőségű képet csinálj. A másik, amire érdemes figyelni, az a háttér. Gondold el tudatosan, hogy mi az, amit szeretnél a háttérbe tenni, képeket, fényképezőgépet, további lencséket, virágokat, növényeket, stb. Gondold el, hogy mi látszik mögötted, és ez mind a videokonferenciáknál, mind pedig a YouTube videóknál ugyanúgy fontos lesz. A harmadik, amire érdemes figyelni, az a hangminőség. Tehát én azt gondolom, hogy ha van természetes fényed, van egy jó hátlapi kamerád, akkor igazából tökéletes videót fel tudsz már vele venni. Egyetlen egy dolog, amire érdemes figyelni, ez a hang. Erre valóban érzékenyek a nézők, a hallgatók. Ezt meg tudod csinálni akár azzal, hogy egy headsetet dugsz be. Most lehet, hogy nem a legeslegszebb, de első körben tökéletesen elegendő, hogy egy headsetet bedugsz a telefonodba, és azzal veszed föl. Vagy, hogyha elég közel vagy hozzá, mondjuk ilyen nagyjából egy méteres távolságra vagy a telefontól, akkor szintén élvezhető minőségben fel tudod venni a hangot, és higgyétek el még egyszer, hogy sokkal-sokkal fontosabb a tartalom, sokkal fontosabb az, hogy mit szeretnél mondani ezzel a videóval, mint az, hogy mi a vizualitás és hogy néz ki az a videó. Sokkal érzékenyebbek erre a látogatók. Úgyhogy amit érdemes, én azt gondolom fejleszteni, az esetleg egy állvány, amire fel tudod tenni a telefonodat, ez most éppen egy ilyen állvány, de ez lehet egymásra halmozott székek, aminek neki támasztod a telefont. Az egyetlen egy, ami nagyon fontos figyelni, az a hang, erre érzékenyek a nézők. Hogyha továbbiakban szeretnél fejleszteni, akár tükrös vagy tükör nélküli kamerával venni föl, akár stúdióvilágítást beállítani, akár állványokat, akár a YouTube csatorna indítása érdekel, akkor a videó alatti linkben megtaláljátok azokat a korábbi YouTube videóimat, amik ezekről szóltak, illetve megtaláljátok a linkjét annak a videomarketing kurzusnak is, ami pedig egy komplett összefoglaló anyag az A-tól Z-ig, a kezdetektől egészen a haladó szintig, hogy tudtok ilyen minőségű videókat készíteni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, videózásra fel, ez a legjobb alkalom most, a legjobb időzítés, hogy belekezdjetek most. Sziasztok!